Megszenteltetnek ezen kenyerek, a Szentlélek malasztja, s a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Görög katolikus szent liturgiát mutattak be, majd a helyi gazdák búzájából sült új kenyeret is megáldották, a Kállai Kúria kápolnájánál Kálló Semjénben, a 21. alkalommal megrendezett falunapon. A településen hagyomány, hogy az augusztus 20-a utáni szombaton tartják a rendezvényt. Az idei ünnepségen egy jubileumról is megemlékeztek, ugyanis 20 éve szentelték fel a nagyközség zászlaját. Nézzünk most erre a kenyére, mint munkánk gyümölcsére. Belica László polgármester köszöntőjében az új kenyérről szólva kiemelte, ahogy napról napra szükség van arra, hogy kenyér kerüljön az asztalra, úgy kell a településnek is folyamatosan megújulnia. Jó példa erre a Kállai Kúria megszépülése, amely turisztikai szempontból állította új feladatok és lehetőségek elé Kálló Semjént. A polgármester elmondta, a közeljövőben is számos beruházást terveznek még. Folyamatosan fejlesztünk, hála Istennek a top forrásain belül sikerült lehetőségekhez jutnunk. A település belterületén kerékpárút, illetőleg zebra fog megvalósulni. Emellett az általános iskolai épületét tudjuk energetikailag korszerűsíteni. Nem látványos, de mégis fontos az életünk tekintetében az, hogy a szennyvíztisztító telepünket tudjuk bővíteni, korszerűsíteni, ez zajlik jelenleg is, illetőleg az önkormányzat konyhája, ami 1984-ben készült konyhát sikerült felújítani, vagy sikerül felújítani az év végéig. A falunapon kitüntetéseket is átadtak. A díjakat a településért végzett kiemelkedő munka elismeréseként ítéli oda az önkormányzat képviselőtestülete minden évben. Idén a nagyközség díszpolgára címet Horváth János római katolikus plébános vehette át. Fodor Sándorné 10 oklevéllel, Kállai Miklós egykori miniszterelnök unokáját, Kállai Helén pedig emlékéremmel tüntették ki. Ugye a családunk ide kötődik, édesapám a miniszterelnök úr középső fia volt, és bár őket így a történelmi vihara elsodorta, mi már nem itt születtünk, Budapesten születtem és élek azóta is, de az édesapám és testvérei révén nagyon sokat jöttem gyerekkoromban is, de most már így felnőttként egyre sűrűbben, hál' Istennek sok olyan alkalom, esemény, örömteli dolog van, ami miatt van okunk ide látogatni újból és újból, és így tényleg valóban ez a kötődés, a gyökerek, ez a legfontosabb számunkra, és ahogy a prédikációban hallhattunk, nekünk is van hova hazajönnünk így ezáltal. 2016-ban alapították a Lipcsei Miklós díjat, amelyet mindig a település egy újdonsült diplomásának ítélnek oda. A díjat ebben az évben az Eszterházi Károly Egyetemen testnevelő edzőszakon végzett Győri István Alex vehette át.